Sziasztok! Itt Attila, ez pedig a Gémhalom csatorna SMS sorozatának következő alanya, a Pine nevű játék, amit a GameStar, hanem az Epic Games Store adott nekünk ingyen még múlt héten, vagy az előtti héten, nem is tudom. Nézzünk bele, hogy milyen ez a játék. Kifejezetten izgatott vagyok, mert végre ezt már felveszem úgy, hogy olyan minőségbe tudom felvenni, ahogy én szeretném, és nem korlátoz semmi. Eddig voltak gondok a felvételekkel, de most már nem lesz. A játék is magas felbontású, a felvétel is magas felbontású, és most már látom mindkettőt. Annyit tudok erről a játékról, hogy egyrészt hack and slash, tehát ilyen harcolós lesz, másrészt pedig építenünk kell a falunkat. Ennyit tudok nagyjából. Belenézegettem, valamiért mostanában egyébként nem kontrollerrel játszom az ilyenfajta játékokat, hanem egérrel és billentyűzettel. Nem tudom, hogy miért álltam rá vissza, régebben mindig kontrollerrel játszottam, de most valahogy ez így lett. Na, szólogat nekünk. Menjünk lefele. Azt tudom egyébként, hogy Én itt nagyon sokat rohangáltam, és így körbejártam a helyet. Szóval itt vannak itt dolgok már megépítve, szóval szerintem egyszer költözni fogunk. Milyen hangjuk van. Hát itt vagy, ő mondta. Majdnem kész vagyunk az előkészületekkel. Ilma és Edwin megkért arra, hogy további nyersanyagokat gyűjtsünk a faházhoz. Meg szeretnélek kérni téged. Ja nem, a bátyádat szeretném megkérni, de nem találom sehol. Még több nyersanyagokat? Igen, igen, nem vagyok teljesen biztos benne. Hogy miért? Not sure what is... Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mit, de kérlek, járj utána. Na, su, off you go. Tattara. Oké, gondolom ide jövünk, és akkor itt ők azok, akik további nyersanyagot akarnak. Hello, Bá! Mi a helyzet? Pont időben, hú. Miért akarjátok felhívni a faházat? Jó. A call az a hívni. De ebben az esetben szerintem úgy értelmezzük, hogy úgy akartuk nevezni ezt az egészet, hogy már kész van. De! Oké, ha jól értelmezem, további nyersanyagok kellenek ahhoz, hogy befejezzük. Mert nem eléggé erős, rendszerű vagy szerkezetű. Escape crafting table. Jó. Szóval szereztünk egy ötletet, és akkor tudunk craftolni. Crafting. Itt van. El tudjuk készíteni. Érdekes, hogy a kötélhez, érdekes, fa kell hozzá. Nem baj. Itt van kettő. Azt mondta, hogy nincs ideje megcsinálni, de van nyersanyag, és csináljuk meg. Jó. Ez most jóformán a tutorial, így legalább látjuk, hogy van ez a crafting rendszer dolog benne. Jó, ezt most elkészítettük, és akkor itt van az equipmentben. Nem, ez a felszerelésünk. Glossary, ezek információk, célok. Itt a tárgyaink. Na, itt is van egy kötél. Nagyon jó. Nem veled beszélünk. Megyünk tovább. Ó, ezt felveszem. Gravel moss. Szóval az a helyzet egyébként, hogy meg kell erősítenünk a házikót. Viszont úgy tűnik, hogy nem nagyon tudnak segíteni nekünk, mert készülnek egy ilyen ceremóniára. Nem, ő úgy tűnik, ő a ruhák mosásával van elfoglalva, nem a ceremóniával. Na, most megtanítottak erre a staff clothra minket. Ami, nem tudom, meg lehet, nem így. Ja, egy fegyvert váltok. Nem erre akarok, nem erre gondolok, hanem hogy... Nem escape-pel belépni, és akkor ide, nem egy hotkey-t megnézni, de majd rájövök. Staff cloth. Az micsoda? Ja, értem, ezzel fedik le így az épületeket. Ha, jó, hát ezt elkészítettük, most megvan mindkettő. Majd mindjárt megmutatom nektek, hogy mire is gondol ez amikor így... fedésterén. Nézzétek, itt használják. Látjátok, ez a cuccos itt fölöttünk. Ez lesz a staff cloth. Ez ilyen vízálló dolog, és akkor azzal lefedik az épületeiket, hogy ne ázzon szét. Ott a tetején is van már egy pár.
Na mi a helyzet? Hoztam a cuccokat? Köszönjük. Nagyon jó. Na úgy néz ki, hogy a ceremóniát azért tartják, mert befejezik ezt a házikót. És akkor ezt most így megünneplik. Nekünk meg el kell mennünk, és meg kell keresnünk a bátyánkat, vagy az öcsénket. Attól függ még. Ó, gyűjthető cucc. Gyere csak. Aki most rajzolgat. Hé, a te hajad jobban néz ki, mint az enyém. Ez így nem fair. Remélem megváltoztathatom. Nekem hosszabb cop kell. Oké, talált valamilyen ilyen épületet. Még nem most. És rájött, hogy hogyan tudja kinyitni. És most oda megyünk, még mielőtt elmennénk a ceremóniára. Az a helyzet, hogy szóltak nekünk, hogy nem nagyon hagyjuk el az otthont, de úgy tűnik ez nem nagyon zavartatja a kedves bátyánkat. Minket meg belevisz a rosszba, úgy tűnik. Ó, most tanít meg minket arra, hogy miket tehetünk. Hopp, egy kis kaja. Jaj, mennyi tutorial, ennyit nem olvasok szét. Majd, ha valamit nem értek, de egyelőre értem. Már ha értem. Szóval ezt így be tudjuk rakni. Valahogy. Ja, lenyomva tartom a kút, kiválasztom, és akkor most úgy. Nagyon jó. Úgy tűnik, nem fogunk egyszerre látni személyeket mozogni. Ez az a játék, ahol így nem oldották meg, hogy egyszerre, tehát így az NPC-k azok így mozogjanak. Ó, egy picit rossz irányból közelítem meg ezt a problémát, lehet, hogy le fogok esni, hogyha ezt így folytatom. Na, nem is hagyjuk el nagyon messze egyébként az otthonunkat. Ez itt van egy köpésnyire. Hát ez... Ezt még egy 5 éves is felfedezte volna. Wow. Micsoda szerkezet van ott egyébként, hogy átjussunk mindenképpen. Készített egy csúzlit. Nagyon jó. Aha. Jó. X-el átváltunk. Jobb klikkel be. Pa! Wow, man. That's a great shot. Nagyon jó. Na menjünk, mi van itt? Ezt valaki megépítette. Márpedig mivel ez ilyen ancient hely, ezért gondolom nem mi építettük. Ez ilyen dungeon akar lenni? Ebben ilyen ellenfelek lesznek, és akkor így szétverhetjük őket? Ez úgy jól hangzik. Oké, nem egészen tudom miért, de lefagyott a felvétel. Ilyeneket csinált eddig is. Szóval az a helyzet, hogy itt megtanultuk, hogy hogyan harcoljunk. Szépen így megtanulgat... Jaj, nem, ez shift-el. Ez a test nekem nagyon fura. Ha, szóval lehet így tovább deselni, ez eddig még nem volt. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt megtanultuk, bátyánk itt keresztül zúzta az ajtót. Aztán beszorult ide a kövek mögé, mi meg kiszabadítottuk szépen így eltalálgatva azokat ott fönt. Ami tök jó, igazából. Na szóval, további csintalanságot csinálunk itt? Jó, most egy picit megkajálunk, aztán megyünk tovább. Nem egészen tűnik jó ötletnek egyébként menni tovább lefele. Jé, itt egy kar. It's an old note. Igen, ezt olvasta fel nekünk a bátyánk, amire az volt ráírva, hogy bal jobb. Ugye két ilyen célzó van. Egy bal oldalt, meg egy jobb oldalt. Ez micsoda? Igen, úgy néznek ki, mint hogy emberek lennének, de ilyen magas emberek. És akkor ő ebből azt veszi a bátyánk, azt veszi le ebből az egész szituációból, hogy ő egy kalandor, aki elhagyta a hazát. Lehet, hogy ők az őseink? Sose hagytuk el a hegyet? Az úgy elég durva. Egyszer csak elhagytuk. Nem. Egyszer csak voltak olyan őrültek, mint amilyen a mi bátyánk, hogy elhagyjuk a helyet. Jaj, a bátyánk nagyon rá van állva erre a kalandoros dologra. És úgy érzem, hogy ez lesz a veszte. Aztán miatta... What?
Átugrottam, nagyon jó. Aztán miatta szerintem el fogunk jutni arra a szintre, hogy muszáj lesz kimennünk. Jé, dolgok. Aha, na várjatok, így kart. Mérvúd? Meg tovább mérvúd, nem. Kaja. Amiből leszünk is. Nyam, 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 nyam. Még egyet. Energized. Nagyon jó. Ez, várjatok, át, opa. Arra kíváncsi vagyok, hogy azon a kötélen át tudunk-e menni. Az érzet egyébként nagyon ilyen... Zelda érzete van. Nem, nem tudunk átmenni. Jó, hát akkor visszamegyünk. Óha, itt van a nagyi. Ez így, ez most leszídás lesz, úgy érzem. Jó, azért ez a marla, ez a nagyi, ez totálisan ignorálja a tényeket, hogy találtunk valamit, ami bizonyítja, hogy az emberek elhagyták ezt a helyet. Jó. Késünk a ceremóniáról. És mindenki ránk vár. A bátyánknak az ilyen elmélete az, hogy már tud róla, hogy mi van oda bent. És szándékosan nem akarja ezt előhozni. Szóval tudjátok, biztos, hogy az ő életében már előfordult ez a kivándorlás dolog. Ah, megjöttünk. Jó kis botokkal ellátva. Nagyon jó. Áll az új otthonunk, az új házunk. Sok munka volt, sok belerakás mindenkitől. Nagyon köszöni, és ezt ünnepeljük. Ilma és Kan fogja megkapni a házat. Ők ketten. Ők gondolom ilyen friss házasok vagy valami. Ez lesz az új otthonuk. Ezután meg jött a vacsi. Yay! Time for stew. Most lesz az, figyeljétek meg, most fog kezdődni a problémák. Én érzem, hogy most fognak jönni a gondok. Hoho, mondtam én. Egyébként a bántyák panaszkodott, hogy ezek nagyon maradiak és semmi újat nem akarnak kipróbálni. Hűha! Hűha! Ne lehet meghalt a bátyánk! Új, és le fogunk kerülni! Leomlott a hegy! Hello, csacsi! Mi vagy? Kaptunk egy puszit. Gyerünk! Nem jegyeztem meg a nevünket. Gyerünk mi, kelj föl! Jaj! Várjunk egy pillanatot, ott voltak cuccok a hátán, valaki van itt. Valaki olyan, aki nem föntről érkezett. Hello! Egy kereskedő vagy? Ó, most így közölték velünk, hogy amúgy mellesleg ilyen veszélyes hegynek nevezzük, mert hogy leomlik a hely. Szóval így nem gondoltam volna, hogy bárki is lakik ott. Erről itt jöhettek volna szólni is nekünk, vagy nem tudom, mikor még tudták, hogy ott lakunk. Viszont kiderült ezek szerint, hogy nem csak emberek vannak ebben a játékban, hanem másfajta lények is, másfajta népcsoportok is. Ó, kövessük, azt mondta. Látjátok, mondom, az NPC-k azok így nem fognak így nagyon mozogni velünk együtt. Hé, azok megjelent, ez a fű csak úgy me... vannak érdekes dolgok így a fű eltűnéssel, meg megjelenéssel kapcsolatban. Pa! Eléggé leomolt az egész. Tehát így nem tudom, így nagyon nem maradt semmi. Így fent. Na szóval, mondjad! Ó, szerencsétlenül itt volt pont, amikor ez az egész megtörtént. Oké, ő egy ilyen utazó politikus, kereskedő dolog. És az a helyzet, hogy nem tud feljutni. És arra kért minket, nem tud feljutni, mert ugye leomlott a híd ott. Ezért arra kért minket, hogy építsük vissza és szerezzünk kaját a kis lényének. Cserébe ő mutat nekünk valamit, hogy hogyan tudjuk megépíteni egy új eszközt. És ezt itt betörni. És akkor szerinte itt fel tudunk jutni. Szóval...
kell lennie még ilyen stiff rope-nak valahol. Ja nem, a stiff rope-ot azt készítjük fából. Jó, akkor csak elegendő fa kell nekem. Nézzük. Stiff rope, ez a stiff rope. Igen. Kettő darabra van szükségünk, ha jól sejtem. Igen, meg is vagyunk. És adjuk oda neki. Szóval nem kell konkrétan megépítenünk, csak oda kell adnunk. Explosív robbanószert ad nekünk. Ho-ho-ho. Explosív dolog. Na, várjatok. Ja, és oda is adta. Drop item? Nem. Úgyni. Na, most más se kell, csak meg kell céloznom. Ahogy van. Mehetünk is föl. Menjünk fölfele, meglátjuk, kik élték túl. Na, és most kezdődik az, hogy majd építhetjük vissza a falunkat. Aha. Aha. Jó, meglátásom szerint a következő lesz. Így. Hát, milyen okosak vagyunk. Még jó, hogy pont a bátyánkkal most volt az, hogy így felfedeztük így a belső barlangokat. Picit megtapasztaltuk, hogy hogyan működik ez. Az micsoda. Egyszerre tűnik barátságosnak és nem barátságosnak. Nem. Hugh szerint, akik vagyunk, Hugh, szerinte nem barátságos. De nincs más választásunk, le kell győznünk. Oké, figyelj, kezdjük távharci támadásokkal. Pa! Tényleg most jövök rá, hogy nincs muníció. Nem úgy tűnik, mintha sebeznénk neki. Vagy nagyon minimális a sebzőn. Na, jaj, gondolom a tutorial most izé... Left shift. Oké. Okay. Igen, a tutorial miatt nem sebezhettük. Nagyon jó. Oké, okay, még van valami? No, enemy. Megkapta. Oké. Okay. Jó, most már legyőzhetjük szerintem. Együnk! Jó, az evészet az ad vissza kaját. Jó, felpopoztuk! Ezzel most ki is ütöttük? Ja, igen, így ki is beleztük utána rögtön. Ha nem halt volna bele abba, hogy ilyen fabottal ütögetjük, akkor majd fogtuk és ki is beleztük. Az ott robbanószer akar lenni? Ez mi akar lenni? Szék. Ilyen leszúrhatós, tüzes dolog. Egész jól néz ki. Kár, hogy nem visszük magunkkal szerintem. És ha én most ezt elveszem? Aha, jó, akkor itt maradsz. Pedig nagyon szívesen hazavinnélek. Na most már megvolt életünk első komolyabb harca. Most már nézzük, hogy mi lesz itt a faluban. Lol. Innen jöttünk föl. Hát de ott nem is ez a barlang volt. Átalakult a barlang, ameddig így feljutottunk. Illetve hol volt? Hol voltunk lent? Mert ez a hegység nem így nézett ki lentről. Lentről ez a hely nem így nézett ki. Még egész jó állapotban van itt minden. Errefelé. Fel is veszünk mindent, mert szerintem úgyse lesz már itt szüksége senkinek erre. Nekünk meg jó lesz majd később kajának. Na igen, itt már nem úgy néznek ki a dolgok, mint ahogy eddig kinéztek ki. Itt vannak sírok. Ezt csak nem most ásták ki, ugye? Így fogták ezt így. Lezuhant a semmibe. Rakjunk le egy sírt neki. Életben van. Vegyük fel a sírt. Itt van mindenki. Egész jó. Ki a bátyám? Szerintem a bátyám nem érte túl. Igen, kezdődik. Pont választ kaptunk, amikor megkérdeztük, hol a bátyánk. Tőle is pont választ kaptunk, csak motyogott magába, láttátok? Hű. Igen, szerintem meghalt. Hárman is meghaltak. Luja, Edwin and you. Oh no! A bátyánk, akit ismerünk 20-25 perce. Biztos, hogy valahogy eljutott, nem? Leugrott vagy valami. Biztos lent kell lennie. Megtaláltuk. Ami maradt belőle.
Na várjál, mert meg tudjuk találni a kilátójánál. Csak nem ilyen utolsó lélegzetével még eljutott a kilátójához, és akkor így ott beszélünk majd vele. Nem. Ja nem, csak ide akartunk jönni, hogy körbenézzünk, hát vagy, hát ha itt van. Ah, van egy térkép. Ugye térképezte föl innen fentről a dolgokat. De mekkora király srác volt már. Ő egyértelműen el akart innen menni. Nem, most így emlékezünk rá, most visszaemlékezős időszak van. Leülünk így a távolba látni egyébként tűzhelyeket. Fentről. Nem, ők még mindig ragaszkodnak az embereink, hogy itt fogunk élni, és itt fogjuk megvalósítani a dolgokat, viszont Hugh azt mondta, hogy a bátyánk az ő igazából úgy döntene, hogy keresne egy jobb helyet, ahol élhetünk, ahol nem vagyunk veszélyben. És ja, ezzel kezdődik a Pine játék. Ezzel a történéssel. Ó, mi az a grafikai bágot felül? Ezek az érdekes dolgok, nem tudom miért csinálja. Ah, vissza is jöttünk lentre. Nem is vagyunk olyan magason, egyébként. First humble steps. Na, most már meg tudjuk nyitni a mappot, aminek a betűjét nem látom. Nem, nem akarok izéket. Kíváncsi vagyok, mekkora a map kb. Mekkora a map? Hát azért nem kicsi, és lehet még lehet bővíteni. Állatok. Hello. Jé, tojás. Most konkrétan ellopom a tojásaikat? Szegények. Itt is jelez valamit. Érdekes. Mindegy. Enyém a tojásotok. Kerend. Pink flower. Hú, mennyi mindent lehet gyűjtögetni. Ide is lehet valamit rakni. Érdekes. Az, hogy a fű miért tűnik el, az számomra így egy érdekes kérdés. Mit szólsz ahhoz, ha lejjebb veszem a grafikát? Az így nem szolgolja egyelőre. Mindegy, most lejjebb hagyom. Azt meglátjuk, hát ez így most, nem tudom, javít a helyzetem. Ah, találtunk egy új helyet. Nem, eltűnik a fű. De miért? Ide akarunk jönni? Donation box. Új, donételhetünk dolgokat. És most egyelőre inkább vagyunk ellenségesek. Ja, értem, és így barátkozhatunk csoportokkal. Érdekes. Merre kell mennünk? Erre? Find Oat. Keressük meg azt a kereskedőt. Itt van. Hello, testvér. Ja, szóval háborúznak össze-vissza ezek a népcsoportok. Jó, oké, most mondtál. Háborúznak össze-vissza, és hogyha donételünk dolgokat, tehát adunk cuccokat nekik, akkor befogadhatnak minket. Szóval ez egy ilyen békés megoldás arra, hogy összebarátkozzunk. Ez nem tudom, mi lehet. És nem hiszem, hogy ez az... Ja, ez nem úgy tűnik, mintha segítene a helyzetem. Oké, legyünk... Barátkozzunk össze valamelyik nép... Wow. Oh! Holy Jesus! Az egyik népcsoport lesz. Mit használ? Tudod mit? Itt a csúzlim. A csúzni nem úgy tűnik, mintha hasznos lenne ellenük. Csak mondom. Nem baj, viszont ez annál inkább hasznos. Hú, ezt leraktam magunk elé, de te miért nem sérültél? Azt kell mondjam egyébként, hogy kifejezetten tankos vagy. Megjött a... Felmentő sereg? Nem, ez egy másik...
Igen, ez egy másik népcsoport. Na erre nem számítottam, hogy ilyeneket is találni fogunk. Oké, most küzdenek. Nem, az enyém, én... Ja, nem. Csak alszik. Azt hiszem. Azok meg továbbálltak. Azt a mindenit meg... Mennyi mindent ad? Nem, nem, nem játszunk ilyet. Én nem vagyok ellenség most, jó? Mit szóltok ahhoz, hogyha... Ha most tűzszünet van? Ó, fa. Nem, te nagyon ragaszkodsz hozzá. Jó, tudod mit? Legyen, a köpködésedből elegem van. Ez a harc viszont úgy érzem, hogy könnyebb lesz, hogy várjátok, hogyha így csinálom. Au. Jó. Együnk. Van bármi más, amit tudok enni? Vít. Egyél azt is. Hú, hogy utána ugrottunk. Az hogy ment mellé? Ilyen kis tankosak vagytok, a fene vigyen el titeket. Lehetséges egyébként, még nem vagyok benne biztos. De lehetséges szerintem, hogy agresszívan elintézni az összes népcsoportot, és átvenni az irányítást a sziget fölött úgy. Véged van! Véged van! Nagyon jó. Ú, mennyi mindent adott. Litter Essence. Dual Rock. Ezek, nem tudom. Olyan nyersanyag források, hogy az hihetetlen. Úristen, tele van az inventorink? Tele van az inventorink. Várjatok. Akkor nem tudom, mit csináljunk. Tudjátok, mint megesszük ezt a két ilyen vítet. Ezt a szénát. Úgyne. És megpróbálunk összebarátkozni az előző gránátdobálósokkal. Legalábbis lerakok ide nekik ilyen jó kis jóságokat, aztán majd kiderül, mi lesz velük. Ah, bárkinek lehet rakosgatni? Affinities. Én velük akarok. Ő egy hostile dobok. Tudjátok mit? Hát... Nem tudom, mit adjak nektek. Jó, az a helyzet egyébként, hogyha valakivel elkezdesz így cuccokat adogatni, meg hasonlók, akkor így a másik az így elkezd lejjebb menni így a kapcsolatod vele. Szóval azok így lehet nem fognak szeretni. Szóval most a térképemet vegyük elő. Ez mi ez a place? Ez mi ez a hely? Home. Jó, hát... Nem tudom, hogy ez így recent glossary notes, ezeket vettük fel, ezek a kapcsolataink jelenleg. Most neutrálisok vagyunk az ilyen gránátdobálósokkal. Ami jó, szerintem ők laknak egyébként itt lent. Menjünk meg is nézzük. Meg kell jegyeznem, a levet grafika segített abba, hogy a fű az ne tűnjön el. Szóval nem tudom, miért csinálta, de most már nem csinálja szerencsére. Oké, ez nem az a hely. Ezek nem a barátságos társaink. Ezek ilyen ellenséges gyíkok. Nem akarok arcolni veletek. Hol vannak a barátaim? Azok, akik nem utálnak. Ott fent lesznek. Nézzétek ott fent. Mégiscsak eltűnik a fű. Nem tudom, miért csinálja. Nem értem. Nem értek ezekhez a lovakhoz. Valami sosem működik. Hello! Nincsen probléma, ti ilyen aranyosaknak tűntök. De nézzetek, ilyen jó kis kutyafülük van, vagy macskafülük? Nem, rókák. Ezek rókák akarnak lenni, nem? Hello! Explore the village and learn about the organization. Nem akarod elrakni a botodat, gyerek? Aha, az ilyen totemek, azok folyamatosan jelzik egy-egy palucskának az erősségét. Az ilyen fő totem. És itt jelzi egy tábla, hogy a populáció mekkora, tehát mekkora a lakosság, a kaja, meg a nyersanyag
Gyűjtemény. Aha. A populációt egyel csökkentettük egyébként. Legényeknek. Ha azt nem tesszük meg, akkor igazából jobban járunk, mert akkor barátságosabbak lehetnénk. Igen, van kereskedő. Igen, viszont csak akkor kereskednek, hogyha barátságban vagyunk velük. Van egy pár népcsoport. Ja, és itt van, hogy melyik népcsoporttal milyen kapcsolatban vannak. Hát ez tökre tetszik. Van még valami, amit fel tudunk fedezni. Ó, ezek ilyen kis ágyak. Ezek olyan jó pofák szerintem. Ó, oda nézzetek. Lefeküdt. Tudunk valamit enni? Ezt meg tudom enni. Szerintem még a főnökkel tudunk beszélni. Ó, micsoda kalapja van, oda nézzetek! Kapunk egy pajzsot tőlük. Azt mondta, hogy még nem vagyunk elég jóban kb. Hogy itt lakhassunk. De adnak egy pajzsot nekünk. Nagyon király. Fel is rakod? Barátom vagy, így az így nem automata. Equip item. Fel is rakta. És tudunk védekezni. Aha, viszont csak ideig, és gondolom az ütésekkel viszik lefele. Oké, nagyon jó. Na, úgy tűnik, hogy kedves barátunk. Ez a jó kis kalapos róka, jóformán. Azt mondta, hogy nem lakhatunk itt, de ad egy shieldet nekünk, illetve segít valakivel kapcsolatba kerülnünk, aki majd segít egy picit erősebbeknek lennünk. Nagyon sél egyébként előbb vagy utóbb majd tudunk ilyen barátságot kötni, meg itt lakni, meg ott lakni, meg segíteni egymásnak, meg ilyeneket csinálni. Viszont egyelőre legyen ennyi ebben a videóban, mert így is nagyon sok mindent vettem föl. Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogyha érdekel további tartalom tőlem. És ja, sziasztok!